ez az idei termésem tönkéből. Vagyok, és 2012-ben vettük meg ezt a romos tanyát és bozótost. Azóta küzdünk vele, hogy élhető hely legyen, ami azért többé-kevésbé sikerül is, mert már 5 év óta folyamatosan kint lakunk. Nagy szerelem a gabonák, az ős gabonák iránti érdeklődés, és hát szereztünk magot, és vetettünk, és meg kell, hogy mondjam, hogy beváltotta a reményeket, mert a talajadottságok nem igazán a legkedvezőbbek, és így is értékelhető termés lett, úgy, hogy se műtrágya, se növényvédelem, amit eleve elveink is zárnak, és még az időjárás se volt kedvező, és mégis azért számottevő termés sikerült betakarítani. Kicsit, hogy a hátrányról is mondjak valamit, kicsit az alakornak a hántolása problémás, legalábbis akkor, hogyha ugye az egész termést meg akarjuk hántoltatni, mert mivel puha gabona, elég sok a tört szem, és ugye úgy már nem áll el, de ezt valahogy úgy kellene megoldani, hogy házi, csak a napi szükségletet lehántolni. Mint amit régen csináltak ezekben a fa mozsarakba, mit tudom én így püfölni, és akkor ugye lejön a szem, és akkor azt megőrölni. Viszont tény és való, hogy hát izgalmas ízeket nyertünk ezáltal. Ez a sárgás liszt és illat is kicsit olyan gesztenyés, vagy például a pogácsába, akit megkínáltam, azt mondja, tepertős, mondom, nem, alakoros, nincs benne semmiféle állati, hát a zsíron kívül, ami ugye kellett hozzá. Aztán utána következett a tönke. Hát ő belőle igazából még terméket nem csináltunk, mármint hogy őrölve lisztet, de tervben van az is. Most a mag felszaporítása folyik. Aztán majd kipróbáljuk. A tönköt azt tulajdonképpen én még nem vetettem, de fogyasztottunk már, ugye hát itt ismerősöktől származó gabonát már hántolva, amit kaptunk, és hát ő is jó, tulajdonképpen önmagában kenyérnek nem igazán, de keverve a lisztet, mert azért nem, mert elfolyik a tésztája, nagyon ilyen lapos lepény lenne be, hogyha megkél. Még, hát igaz, hogy nem annyira ősgabona, de a rozs. A rozzsal, amikor itt elkezdtünk földet művelni, a rozs volt az első. Hát az is, pedig én vidéki gyerek vagyok alapból, de hát ott mi felénk hajdúsági vagyok, ott nem igazán termeltek rozsot, vagy nem emlékszem rá, de ilyen ideigérő, szóval ilyen 1,82 méteres rozsmező volt itt. Hát tulajdonképpen ez a kenyérevés is, itt nálunk is régebben nem a búza kenyér volt, hanem a rozs. És élettani hatása annak is százszor jobb, mint a búza kenyereké. Szóval, ha valaki tényleg egészségesen akar étkezni, akkor tiszta búza kenyeret nem igazán kéne, hanem vagy keverve tönköllyel, vagy rozzsal. Vagy akár még lehet hajdinát is, bár azt mi itt nem igen tudjuk megtermelni, mert ez túl száraz vidék ahhoz. Próbálkoztam vele egyébként, de nem betakarítani, vetni, hanem csak mélegelőnek. Van egy pár mély családom is, de nem. Egy-kettő nagyon hézagosan kelt és virágzott, úgyhogy nem válik be. Ez egy olyan száraz környék, hogy itt a dűlőnek a beceneve szomjas dűlő. Szóval itt, ha körbe-körbe esik az eső, itt akkor se esik semmi. Ha szerencséd van, akkor kapsz legalább egy vödör magot, vagy mit tudom én, az azért már elég egy
50 négyzetméterre, de például a tönkével azt próbáltuk először, hogy a nödiktől, ugye, hát az ember kap egy félmarék magot, és hát az egy 2 négyzetméter. És hát nem kell az semmi, hát fölásod, elgerebézed, rászorod, belegerebézed magot, ha nincs hengered, letaposod, aztán csókolom. Azt szokták mondani, hogy a mag már a földben van, onnastól már a jóisten intézi a dolgokat, ugye az időjárás meg minden. Tulajdonképpen nem kell sok a gabonának, mert valószínű észrevettétek már, akinek van baromfő, hogy elszórod, amit nem esznek meg, rákaparják a földet, az is kikél. Szóval nem egy ördöngőség. Amikor már nagyobb mennyiséget, például én amit vetettem, simán műtrágya szóróval, mert ugye kézzel hosszadalmas. A mai világban már nincs az embernek ideje semmire, igyekszik gyorsítani a dolgot, és hát műtrágya szóró elszórom, sekélyen beletárcsázom, egy hengerezés, aztán csókolom. Ennyi. Hát az aratás, na, az megér egy misét egyébként, mert ezek a mai gazdák, meg traktorosok, kombájnosok nem szeretnek az ilyen piszticsári területekkel foglalkozni. Azt szeretik, ha beülnek a kombányba, aztán egy hétig egy irányba mennek. És akkor dől a lóvé is. Ilyen fél hektár, egy hektárokkal foghúzósan állnak neki csinálni. És már az utolsó pillanatban, amikor már minden más munka elfogyott, na jó van, megcsinálom neked is akkor. Hát, szóval vannak küzdelmek, de hát az ember azért él, hogy küzdjön, csinálja, amit kell, meg amit szeret. Az alakor, amit tudok személyes példaként felhozni, hogy az körülbelül mondom, hogy nem optimális körülmények között, szóval elég extrém időjárási csapadékviszonyok között is, meg 10-szerezte. Most 2 zsákot elvetettem, 20 zsákot learadtam. Most ezt veszed, akkor mondjuk egy ilyen marékkal elvetsz, és akkor ez 20 marékkal lesz. Nagyjából. Most ugye a modernebb fajta búzáknál ez természetesen jóval több, de pláne úgy, hogy megtuningolják trágyával, meg növényvédelem, meg lomtrágya, meg mit tudom én, fújkálják éjjel-nappal valamivel. De ezeket hál' Istennek nem kell. Mivel pejvás gabonáknak a magja ugye zárva van, a pejva levelek közre fogják a magot, így védve van a gombabetegségektől, ami leginkább ugye káros lenne nekünk is, fogyasztásnál fuzárium, ugye, ami leginkább nem tesz jót az egészségnek. És tulajdonképpen tényleg semmi baj nincs vele. Jön közte gaz is minden, de nem érdekes. A rozzsal kezdtük, utána volt az alakor, és utána a nem annyira ős, de a bánkuti búzát, és ugye régi nagyhírű búzafajtánk volt, csak hát annak is, mivel kevés volt a hozama, mert az elégedetlen ember mindig az van, hogy mindig többet, 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 és ugye kiszorult a termelésből, és ugye vele is megpróbálkoztunk, bár a talajvizsgálatok, meg a búza vizsgálata is azt mutatja, hogy nem kimondottan búza termelésre alkalmas ez a talaj, meg ez a vidék, de azért az is elég szépen adta, meg hát lehet is belőle készíteni. És a következő próbálkozás az ugye a tavalyi évben, meg az idei évben is a tönke volt. Tavaly csak egy kis terület volt, egy olyan 1600 négyzetméteren termeltem, és ami ott termett, az ugye vissza lett forgatva, most olyan 8000 négyzetméterre lett vetve, és akkor így már most felszaporodott a mag, olyan 900 kilóra kb. Úgyhogy ha még az idén is sikerül elvetnem, akkor jövőre már bízom benne, következő aratás után, hogy tudunk belőle értékesíteni is az érdeklődőknek. A kezdő gazdálkodónak, aki ugye először akar megpróbálni, hogy hát mit lehet kezdeni a földdel, leginkább a rozs, vagy az alakor, de a tönke is, mert igazából, hogy mondjam, törődésmentes. Annyi, hogy elveted a magot, és biztos, hogy lesz sikerélményed, nem fogod abba hagyni az első próbálkozás után. Mert ezek a gabonák, ezek megadják azt, amit kell, még akkor is, hogyha nem a legjobb minden rá. Ezek a régi ősgabonák még, ezek még nem fordultak ellen az embernek. Ezektől még nem vagy beteg, nem fogja fölfújni, hanem ők tényleg táplálnak. És ezt abból is észreveszed, hogyha belőlük készült terméket fogyasztasz,
akkor jóval kevesebb kell belőle. Mert hogy folyamatosan adja le, ugye a fehér, tiszta fehér kenyér, az egy ilyen hirtelen szénhidrát bomba. Így pst, meglök, viszont a teljes őrlési meg a ősgabona, az szépen folyamatosan adja le az energiát. Szóval tovább tudsz vele dolgozni. Összeleveted a gabonákat, akkor ő ki kell. És tavasszal is hamarabb megindul, elnyomja a gyomokat. Pláne egy ilyen magasra növő, mint ezek az alakor is, a rozsis, a tönkö is, az eredeti tönköly. Már ezek a nemesítettek nem nőnek olyan magasra, amit ugye újabb van ez az Öko 10, meg a Izikum. De például a tönke is, az is magasra megnő, és ugye nincs esély alatta leárnyékolja a gyomokat. Szóval gyomelnyomó hatásuk is van a szűz terület művelésbe fogásánál, arra is alkalmas, hogy ritkítsa a gazt.